Utazásunk alkalmával ezúttal egy rövid kitérőt tettünk Hartára, a selfie.hoz. Hartát egyébként már az ókortól fogva lakják. Még honfoglaláskori temetőt is tártak fel a régészek. A település nevét 1193-ban Horta, 1289-ben Hartának írták. 1187-ben Eulfózina királyné, II. Géza királyneje, Harta egy részét a székesfehérvári kereszteseknek adta. A másik része Hartának fehérvári várbirtok volt. Harta neve a német Hart szóból ered, aminek a jelentése kemény. A németek azért nevezhették keménynek, mert Hartán kemény, agyagos és kötött talaj van. Harta nevének származásában azonban ma is viták folynak, hogy egész pontosan kiadta neki a Harta nevet, és miért. Harta nevezetességei, nemzetiségi ház és református templom, amit 1835-ben építettek. Hartára egyébként nagyon érdemes ellátogatni, nagyon szép kis csendes falucska, illetve a Duna közelébe is jót lehet sétálni, úgyhogy mindenképp ajánlom, akik szeretnek kirándulni. Főleg, aki szereti a Duna közelségét. Köszönöm a figyelmet! Ne feledjétek a jelmondatot, utazz Dr. Express-szel! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine.